Sziasztok, friss ropogósak! Hát igen, egyrészt újra visszatért a barna hajú Fanni. Tegnap festettem vissza haja. A másik meg, hogy ezt a sminket fogok elkészíteni, amit úgy találtam ki, hogy most akkor ezt szeretném, hogy egyszer találtunk egy turkánó vagy ilyet. És akkor erről ez jutott eszembe, hogy hát már az ilyen kis csíkos keze van annak, és akkor hát akkor megcsinálom ezt a sminket. Igen, itt eléggé nagy kutyulások lesznek, mert hogy nekem rohadtul nincsen arcfestékem, csak ezek. Ez viszont nem lesz elég ehhez, úgyhogy azt találtam ki, hogy akkor, és ott anya mondta. A kurva életben ez nem piros. Tempera festékkel fogom csinálni. Az előbb leteszteltem itt, hogy hidegkentem egy picit, és nem lett semmi bajom tőle. Na, meghoztam, ezzel fogom kikeverni. Egyébként meg 12-12 van. Kit érdekel? Itt van. És ki kéne keverni a pirosat is, mert ez is elég fontos. Igen, még a pirosat is ki kell keverni az alapszint, hát igen, mert Fannikának nincsen pirosa. Nem csak pirosa nincs Fannikának, hanem esze sincs, ugyanis képes volt pirosat fehérrel összekeverni, gondolván, hogy az piros lesz. Édes jó Istenem! Üdv, Szotyi! Hát nem jó, nem látszik, nem mindegy. Jó, baszki, remélem, ez nem lesz rózsaszín. Hát ez kicseszettül rózsaszín lett. Na hát, ki hitte volna? Ez az én csesszük szét az arcbőrömet együtt. Hát akkor elkezdődött. Itt van ez az újdonsült tusvonal. Nincsen eléggé kiszáradva amúgy a szám. Még ez is. Szóval ennyire szélesnek kell lennie? Ennek az allergiám nagyon nem fog örülni. Na mindegy. Na, hát itt tartunk jelenleg. Ez is legyen piros. Ez nem megzavarodik tőle. Bazdmeg. A szemem köré kéne. Legalább most gyakorlom a tusvonal húzást. És a szemöldökön is be kell festeni, mert ha jól látom, neki nincs szemöldöke. Fúha! Júj, de hideg! Júj, de hideg! Jajajajajajaj!
on cheap. Ez a lila szín jó lesz? Hát szerintem jó lesz. Most így ki nem találnád, hogy mi a szarnak festettem ki magam, de majd, majd mi akar ez lenni, de majd, hogy ha ezt megcsinálom itt, akkor mindjárt jobb lesz itt el. Na, végeztem a lila csíkokkal. Baszki! Jó, nem kentem össze a széket. Azt hittem összekentem a széket, talán megijedtem. Na mindegy, akkor jöhet a piros folt. Fog ez látszani amúgy? Na mindegyre még fog. Jó lesz ez a ciklával is. Na. Ilyen lett. Viszont még itt is kéne elvileg, így a száj fölé is van ilyen. Ezek a hangok. Meg! Ne! Festékes lett a szempilla spiráló, amíg na, készen is volnánk. Hát, ja, ilyen lett. Hogy iszok ezzel, azt kell. Igazából a szem részével nem vagyok elégedett, hogy azt nem nézzük. Amúgy tök jól néz ki. Kicsit másképp vettem fel a pólót, és akkor most azért ne rakjon a felirat. Akkor ez, kimaxoltuk ezt a sminket, amennyire lehetett. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy kedvelést, meg iratkozzatok fel. Sziasztok, friss ropogósak!